Én egy viccel készültem volna én is, ugye, amit a Lívia emlegetett a papucsférjekről, de a feleségem azt mondta, hogy ne mondjam inkább el. Ugye? A szexualitás valóban összetartja a házasságot? A papír felesleges, anélkül is szeretjük egymást? Miért válunk? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kereste a választ Kölnei Lívia, valamint beszélgetőtársa Krúdi Tamás az újpalotai képmásesten. Mítoszokat romboltunk, olyan szexualitással, szerelemmel, házassággal kapcsolatos mítoszokat, amik eléggé elterjedtek a fiatalok meg a kevésbé fiatalok körében. Például ilyen, hogy jó a próbaházasság, szükséges ahhoz, hogy később jól éljünk együtt, kiismerjük egymást. Azt, hogy a szexuális kapcsolat az valójában a másik jobb megismerését segíti. Nagyon hamar az otthonosságnak az érzését kelti. Tehát úgy olyan érzetet kelt két ember között, hogy ők nagyon jól ismerik egymást. És ezért nem azok az apró tapogatódzó lépések a megismerésben, azok elmaradnak. Nem fognak tudni megismerkedni egymással rendesen, mert azt hiszik. Tehát olyan érzetük van, minthogyha ők nagyon jól ismerik egymást, hiszen olyan helyzetbe kerülnek, hogy akár gyerekük is lehetne. De ez persze nem igaz, mert nem akarnak gyereket, és nem derül ki nagyon-nagyon sok minden. Nem beszélnek át olyan jelentős dolgokat sem, amik aztán később mindenféleképpen el fognak bukkanni. Például, hogy mit gondolnak hűségről, mit gondolnak gyerekvállalásról, mit gondolnak szeretetről, stb. Mert úgy tűnik, hogy ez magától értetődő. Olyan sztereotípiákat, közhelyeket cáfolt Krúdi Tamás nagyon okosan és életszagúan, tehát a saját tapasztalatából nyert bölcsességgel, amelyek tulajdonképpen meggátolják azt, hogy a fiatalok tartós kapcsolatot alakíthassanak ki egymással. Például ilyen, hogy csak az lehet boldog házasság, ahol a szerelem tombol, és ez a rózsaszínű köd, ez megmarad, és hogyha ez elveszik, akkor érdemesebb kilépni abból a kapcsolatból, mert már nem lehetnek boldogok. A szeretet nagyon-nagyon fontos, de a szeretet az inkább egy akarati, az egy tudatos akarati vállalás. A szerelem az egy érzelem, ami jön, ami vagy van, vagy nincsen. Jön és elmúlik ugyanúgy. Ugyanúgy nem értem, hogy miért, és ugyanúgy nem értem, hogy miért megy el. Az, hogy én valakit szeretni akarok, hát az függ tőlem is, tehát abban van beleszólásom. És hogy az, hogy szeretni akarom a házastársamat, az egy akarati kérdés is. Illetve tulajdonképpen az elsősorban akarati kérdés, és ugyanígy a gyerekekkel kapcsolatban, és akit én szeretni akarok, azt szeretni fogok. A házasság intézménye az tökéletes, az mindig is volt, mindig is lesz, mindig is van, tehát az emberi realitáshoz hozzátartozik. Az, hogy mi a kultúránkban milyen állapotban vagyunk, hát a modern ember van, a modern európai ember válságban van. Azt hiszem, hogy ezt ki lehet mondani. A házasság intézmény az fenn fog maradni, tehát itt a házasságban születnek a gyerekek, házasságban van hűség, házasságban, mit tudom én, tehát az összes olyan jó dolog, ami ahhoz kell, hogy egy társadalom éljen és fennmaradjon, az házasságban valósul meg.